Száz éve történt. Új világrend születik. Üdvözlöm Önöket, Társi István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják. Főleg az államszocialista időszakban a Horthy rendszer kifejezést használták az 1920-40-ig terjedő időszakra, hogy Horthy rendszer volt. Valójában Horthy korszakról beszélhetünk, de a korszakon belül különböző politikai rendszerek alakulnak ki, és ebből az első és legfontosabb tulajdonképpen Bethlen Istvánné volt. Bethlen István 1921. áprilisától 10 éven át vezette Magyarországot. Ezt a korszakot konszolidációként értékeli az utókor. Joggal, hiszen az első világháború utáni zűrzavart viszonylagos kiszámíthatóság váltotta fel. Hogyan vélekednek mindenről a kortársak? Kiderül mai adásunkból, melyben Bethlen hatalomra kerüléséről beszélgetünk történész szakértőinkkel. Tartsanak velünk! Száz éve történt. Új világrend születik. Napirenden a királykérdés. Hogyan viszonyult Bethlen IV. Károly visszatéréséhez? Nem feltétlenül abban a forgatókönyvben gondolkozott, ami 21 végén megvalósult, tehát hogy a Habsburg-ház trónfosztása kimondásra kerül, de ő szabad elvűnek sem mondható viszont, mert pont a 21-es kormányalakításakor a nemzetgyűlési beszédében ő nagyon hangsúlyosan elhatárolódik a kiegyezés időszakától. Lemond Teleki Pál, szabad az út Bethlen előtt. Olyan hónapok után van Teleki Pál, ami mentálisan is azt gondolom, hogy afelé tendált, hogy ő szeretne távozni ebből a posztból. Többször meg is teszi egyébként a lemondási kísérletét. Van olyan nap, amikor többször is kinyilatkoztatja a lemondási szándékát, és ő mindig maga helyett Bethlen Istvánt javasolja. 1921. április 14-e. Megalakul a Bethlen kormány. Én azt gondolom, hogy Bethlen István tudatosan készül a kormány alakításra. És tudatosan készül arra, hogy hogy kellene ezt az országot konszolidálni. 13-án mond le Teleki Pál, Bethlen 24 óra alatt, vagy talán még 12 órán belül már kész kormánylistával áll elő. Száz éve történt. Hogyha az 1920-as évekről beszélünk, és a Bethlen kormányról, az emberek 99%-a biztos, hogy hozzáteszi még azt a szót is, hogy konszolidáció. Ez már 100 évvel ezelőtt is ott volt az emberekben, hogy ez a kormány a konszolidációnak az időszakát hozza el? Én azt gondolom, hogy Magyarország története 1918 és 1921 között egy rendkívül instabil politikai környezetet mutat. Vízi László Tamás történész, a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató helyettese. Az emberekben valójában ott volt a vágyakozás egy olyan időszak iránt, ami végre meghozza a nyugalmat, a békét, a kiegyensúlyozottságot, a konszolidációt. Bár talán ez a kifejezés, hogy konszolidáció, akkor talán még így nem hangzott el, és az sem volt egyértelmű, és az sem volt világos, hogy mindez majd Bethlen Istvánnak a nevéhez fog fűződni. Vízi László Tamás az utóbbi mondatát azzal magyarázza, hogy Bethlen István már 1920 nyarán, tehát a trianoni békeszerződés aláírását követő közel állt a kormányalakításhoz, de akkor a pártok mégis úgy érezték, úgy döntöttek, hogy Teleki Pál alakítson kormányt. De hát, ha megnézzük azt az időszakot is, Teleki Pál első kormányát, ami ugye a békeszerződés aláírását követően alakul meg, végigküzdi ennek az egész folyamatnak, mármint az aláírásnak, a békeszerzések a ratifikációját, egy olyan érdekes állapotot, amikor például a miniszterelnök saját maga ellen emel vádat a nemzetgyűlésben, hogy ő is felelős Trianonért, aztán jön ugye a IV. Károly király első visszatérési kísérlet, ugye 1921. áprilisában, ha mindez ezt úgy összegezzük, hozzátéve a gazdasági nehézségeket, a háború következményeit, a forradalmak, az ellenforradalom, a román megszállás, az ország kifosztása. Tehát, hogy 1921 tavaszán azt gondolom megérlelődött az, hogy itt egy olyan személynek kell jönnie, aki meghozza a várva várt konszolidációt. Érdekes, tehát addig, amíg 1920 nyarán még Bethlen a pártok nem kívánták miniszterelnöknek, addig 1921 tavaszán ez már valójában szinte egy igényként merült fel. Bethlen 24 óra alatt, vagy talán még 12 órán belül már kész kormánylistával áll elő, és 14-én meg is kapja a kormányalakítási megbízást. Ez egy koalíciós kormány. Tehát a két nagy párt, amely 1920 januárjában a nemzetgyűlési választásokon szinte fejfej mellett győz, tehát a Kisgazdapárt és a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja,
mindegyik 3-3 minisztert fog delegálni az első Bethlen kormányba, a többiek pedig párton kívüliek lesznek. Ön is már említette negyedik Károly visszatérési kísérletét. Borítékolható volt, hogy Teleki lemond? Ebben benne volt nagyon ez a lelkiismereti kérdés Teleki részéről? Egészen biztos vagyok benne, hogy benne volt Teleki lemondása már a levegőben. Többször meg is teszi egyébként a lemondási kísérletét. Tehát van olyan nap, amikor többször is kinyilatkoztatja a lemondási szándékát, és ő mindig maga helyett Bethlen Istvánt javasolja. Bethlen volt az egyetlen, mondjuk úgy, hogy jelentkező, vagy az ajánlott, egyáltalán lett volna Bethlennél jobb választás? Hát én aligha hiszem. Bár nyilván, aki ismeri a 20-as évek magyar politikai elitjét, az pontosan tudja, hogy azért itt nagyon komoly személyiségek, nagyon komoly politikusok jelentek meg. Nyilván a dualizmuskori politikai elit az már egy kifutó elit volt, és azok a személyek pedig, akik tekintélyüknél, politikai súlyuknál még szóba jöhettek volna, mondjuk egy Andrássy Gyula vagy egy Apponyi Albert, tehát arisztokraták, ők meg úgy gondolták, hogy ez a korszak még nem az a korszak, amikor mondjuk az ő idejük jött el. Melyek voltak azok az első lépések, amelyet úgy a Bethlen kormány a zászlójára tűzött, hogy ezt első körben meg kell oldani? Ligeti Dávid történész, Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár. Az egyik ilyen első kérdés tulajdonképpen a király kérdésnek a rendezéséről. Bethlen azt mondta, hogy egyelőre nem lehet megoldani, tehát egy nagyon instabil helyzetben vagyunk, és a kortársok számára még nem lehetett biztos, hogy ez a kormány milyen hosszú életű lesz. Hát, hogy mi már tudjuk, hogy 10 éven keresztül alakít Bethlen kormányokat, hiszen neki is több kormánya volt, de ezt a kortársak még nem tudhatták, és ezért alapvetően olyan célokat fogalmaztak meg, amelyek a mindennapi embert a legjobban zavarták, hát melyek voltak ezek. Ott volt a földkérdésnek a helyzete, amit már csak azért is végig kellett vinni, mert a kormány koalíciós kormány volt, és az egyik koalíciós tag az a kisgazdapárt volt, tehát mindenképpen ez volt az egyik első prioritás, hiszen a kormány nem is jöhetett volna létre a kisgazdák támogatása nélkül. Akkor ott volt a gazdasági stabilizáció kérdése, esetleges valuta reform, hiszen ekkor már megkezdődik az osztrák-magyar koronának a gyors inflációja. Ez majd aztán 22-23 folyamán fog még jobban fölgyorsulni, de Bethlen megfogalmazza tulajdonképpen 21-ben, hogy pénzreformra van szükség. Ez később ugye meg is történik néhány éve később a pengő bevezetésével. Akkor ide sorolhatjuk tulajdonképpen a magyar monetáris rendszernek a megteremtését is, tehát egy önálló nemzeti banknak a létrehozását, és az első világháborús adósságoknak valami fajta rendezését. Külhatalmak felé lévő jóvátételi kötelezettséget, külhoni hitelek, és a belföldi korábbi hadi kölcsönöknek a kérdése például, vagy a költségvetés egyensúlyának a megteremtését. Egy nagyon erős gazdasági stabilizációs pont volt, akkor politikai szempontból pedig annak az igénye fogalmazódik meg, hogy a pártharcok csituljanak. Bethlen István és a szociáldemokrata Peyer Károly egyességéről még lesz szó, mint ahogy a Bethlen kormány külpolitikájáról is külön adásban beszélünk majd. Viszont a revízió kérdése mellett, amely kül- és belpolitikai kérdés is egyszerre, nem tudunk elmenni és nem is akarunk szó nélkül. Szóval a Bethlen kormány és a revízió. Nem mondja ki expressis verbis, hogy a mindent visszajelsz, szóval az megvalósíthatatlan, tehát nem mondja hivatalosan azt, hogy ezt föl kell adni, de azt látjuk a politikájában, hogy alapvetően már arra fókuszál, hogy a magyarok lakta területeket lehessen majd visszacsatolni Magyarországhoz, és tulajdonképpen a külpolitikai lépéseit is ennek a kérdésnek rendeli alá. Ide kapcsolódik a legsürgősebb dolog, ami intézkedni kellett, ugye ez a nyugat-magyarországi kérdés. Tudjuk azt, hogy a békeszerződések révén Nyugat-Magyarországot, tehát 4 nyugati vármegyének a nyugati részét Ausztriához csatolták de jure. Viszont a magyar államhatalom még Bethlen hatalomba lépésekor nem történik meg a átadás átvételét fogalmazni. Ez csak 21 nyarán fog bekövetkezni, de Bethlen tulajdonképpen hallgatólagosan támogatja a nyugat-magyarországi felkelés elindítását, tehát ugye különítmények, illetve fél militáris alakulatoknak a ottani fellépését, ami ugye az fog vezetni majd, hogy lehetségessé válik majd a híres sorpani népszavazás 1921 végén. Ez is egy fontos célja volt Bethlennek. Kettős politikát üzött, hiszen hivatalosan a magyar kormány ezt a mozgalmat nem támogatta, nem támogathatta, viszont hallgatólagosan igen, és az ő politikájának is köszönhetően vált lehetségessé a soproni népszavazás, aminek következményét jól ismerjük, tehát hogy Sopron is 10 környékbeli község Magyarország része maradhatott.
Közben pedig, ahogy Ligeti Dávid mondja, az is fontos célja volt alapvetően, hogy a trianoni békediktátumot végre kell hajtani. A ratifikáció után még kodifikálni is kellett a békeszerződést. Törvényi szintre kell emelni, és ez már a Bethlen kormány időszakában történik meg, nagyon nehéz politikai helyzetben. És ugye a királyi kérdés, amivel kezdtem a felsorolást, azzal is zárom, hiszen 21 végén a királyi kérdés megint akuttá válik, amikor Károly második alkalommal tér vissza 1921. októberében. Ezt a kérdést Bethlen sikeresen megoldja, tehát ezt a politikai krízist is túlélte, és tulajdonképpen azáltal, hogy túlélte a király kérdésnek a viharait, bonyodalmait, ez már tulajdonképpen a konszolidáció első fontos lépése volt, hogy nem bukott meg a kormánya. Innen folytatjuk, de most a még mindig szerb megszállás alatt álló Pécsre utazunk. Pesti Hírlap 1921. május 13-a. A vadvirágos mecsek alján. A pécsi pártsajtó következetesen tagadja, hogy a mecsek alján a kommunizmus lett az úr. Pedig hiába teszi. A tömeg birka türelemmel várja, hogy a proletár városatyák beígért szociális alkotásai tető alá kerülnek. Vége lesz akkor az emigrálásnak, és mindnyájan bőségben, és nem az Attila utcai csoportkórház nyomort anyáján fognak élni. A bányászok azonban már unják a szerbek uralmát. Unosuntalan sztrájkba lépnek, mivel a szerbek nap-nap után több és több napi teljesítményt követelnek tőlük. A proletár ezredes Linder polgármester korábban gyakori látogatója volt a bányatelepnek. A bányászok vakon hittek neki, esküdöztek rá, és a vége mégis az lett, hogy a napokban a Jobbik eszüköztért eltársai a szónokolni akaró polgármestert a népgyűlésen nem engedték szóhoz jutni, és kocsiját megdobálták. Pécs hétről hétre, napról napra várja, hogy felszabadul, és Magyarországhoz visszacsatoltatik. Mindig újabb és újabb dátumot találnak ki a haza izengetők, azt gondolván, hogy reményt öntenek a csüggedőkbe. Pedig ellenkezőleg, csak elkeseredést szítanak a meggyötört, megkínzott magyarságban. A negyedik Károly látogatása úgy látszik hátráltatja Pécs kiürítését. Akkoriban Pécsett a helyőrség készenlétben volt, a demarkációs vonalat megerősítették, mert a szerbek valami puccstól féltek. Szabadka Belgrád ostromállapot képét mutatta. Ugyanakkor a szerb félhivatalos azt jelentette világá, hogy a szerb mozgósításról szóló hírek alaptalanok. Fiuméban ma annyi forradalmi változás után az államfő, Salvatore Belasics polgármester, aki teljhatalommal vezeti az ügyeket, és az olasz kormány meghatalmazása alapján a város területén lévő katonasággal is rendelkezik. Fiume podestája a municipio épületében lévő hivatalos szobájában fogadott, és kérdéseimre a következőképpen nyilatkozott Fiume mai helyzetéről. A választási harc és annak következményei azt bizonyítják, hogy Fiume, mint önálló állam nem maradhat fönn. Fiume vagy Olaszországé, vagy Jugoszláviáé lesz. Harmadik eset nem képzelhető el. Ilyen kis állam nem képes önmagának a fenntartására. Fiumében sok párt van, amelyek között sok a személyes ellentét és viszálykodás. Szükséges, hogy itt egy nagyobb államnak legyen szava, és szerintünk ez a nagyobb állam nem lehet más, mint Olaszország. Önök a 100 éve történtet hallgatják, benne a Bethlen kormány és Vizi László Tamás történész, a Magyarság Kutató Intézet tudományos főigazgató helyettese. Hogyha a kormányzó és a miniszterelnök kapcsolatát egy kicsit boncolgatjuk, jó érzésekkel nevezte ki Bethlent? Én azt gondolom, hogy igen. Az 1920. évi első törvénycikk és az azt követő jogszabályok rendezték Magyarország közjogi helyzetét. Legalábbis komoly lépéseket tettek annak érdekében. Ám bátor ugye a királykérdés az hosszú hónapokon keresztül 1921-es novemberi detronizációig valójában folyamatosan jelen van a magyar politikai életben. De hát a kormányzó, mint az ideiglenes államfő, hiszen az uralkodó akadályoztatva van a trón elfoglalásában, és ezért a magyar közjog ismeri azt a helyzetet, amikor egy kormányzót neveznek ki. De ez egy ideiglenes államfői hatalom, az egy más kérdés, ez negyed századra ki fog majd tolódni Magyarország tekintetében, és a kormányzónak van az a jogi kerete, hogy ő nevezi ki a miniszterelnököt. Vizi László Tamás azt mondja, hogy Bethlen István számos, a miniszterelnöki pozícióba kerülése előtti beszédéből az derül ki, hogy Bethlen tudatosan készült a kormányalakításra. Itt van példa az 1921-es szombathelyi beszéde, amikor azt fogalmazza meg, hogy
nem kalandokra, hanem reálpolitikára van szükségük. Tehát szembe kell nézni azokkal a realitásokkal, amelyek 1920-21-ben Magyarországot érték. Nem felkorbácsolni kell a tengert, hanem lecsendesíteni. Csillapításra van szükség. Ez az egyik. A másik, hogy úgy fogalmaz, hogy hordképes alapot kell teremteni a kormányzat számára. Cél egy stabil jogrend megszilárdítása és a gazdasági vérkeringésnek az újraindítása. Tehát a konszolidáció megkezdése. Tehát én azt gondolom, hogy Teleki az általános konszolidációnak volt a híve, és ez igaz a társadalmi tekintetben és gazdasági tekintetben. És az első lépések, amiket ő miniszterelnökként megtesz, az valójában azt gondolom, hogy ennek az irányába hatnak. Ebben az időszakban Bethlenre egy nagyon gyors válságmenedzselés várt. Ez most egy divatos kifejezés, válságmenedzselés. Hát 1918 óta válságból válságba bukdácsol ez az ország, és ezt menedzselni kellett. Gyorsan kellett menedzselni, jól előkészítés kellett, és azt gondolom, hogy ebben a korszakban erre Bethlen István volt a legalkalmasabb. És akkor itt jön a kérdés, hogy jó, de hogyan? De amikor ott van az ember, benne van, és nem a mostani jelenből tekint vissza a múltba, nem volt egy egyszerű dolga. Azért szembe kellett nézni még egy-két komoly válsággal, ugye itt volt például mindjárt IV. Károly II. Visszatérési kísérlete, vagy itt volt például a nyugat-magyarországi kérdésnek a problematikája, a szociáldemokrata párttal kapcsolatos viszonyt hogyan kellene rendezni. Mind-mind ez olyan kihívás volt, amit azt gondolom, hogy Bethlen reálpolitikusként kiválóan tudott kezelni. Ha kellett, akkor előtérbe került, ha kellett, akkor egy kicsit háttérbe vonta magát. Például a nyugat-magyarországi kérdésben, soproni népszavazás kérdésében külügyminiszterét Bánfi Miklós tolta előtérbe. Kormányzó és miniszterelnök. De lehet azt mondani, hogy Bethlen Hortinak a szekerét tolta, Bethlen Hortinak az embere volt? Ligeti Dávid történész, Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár. Ez nagyon fontos kérdés, és a terminológiára szeretnénk kitérni. Főleg az államszocialista időszakban a Horthy rendszer kifejezést használták az 1920-40-ig terjedő időszakra, hogy Horthy rendszer volt. Valójában Horthy korszakról beszélhetünk, de a korszakon belül különböző politikai rendszerek alakulnak ki, és ebből az első és legfontosabb tulajdonképpen Bethlen Istvánné volt a Bethlen rendszer. Nyugodtan lehet ezt a szót használni, tehát nekem ez a meglátásom, hogy ezt így lenne érdemes használni, mondjuk erről a szakmában is éves viták vannak, de Bethlen egy politikai rendszer tud teremteni 1921-ben, amely közel 10 évet fog élni, és csak a nagy gazdasági világválság következménye lesz az, hogy a rendszernek át kell alakulnia, de a kormányzóhoz képest Bethlennek a politikai szerepe, mozgástere az mindvégig erősebb ebben a 10 éves időszakban is. Hiába Horthy a kormányzó, alapvetően a politikának a legfőbb irányítója, aktora az Bethlen. Ez egyértelműen kijelenthető, hogy Bethlen lesz az az ember, aki tulajdonképpen az országot ebben az értelemben irányítja, bár Horthynak, mint államfőnek valóban erősebb jogosítványai vannak, mint akár a mostani köztársasági elnöknek, de Bethlen az, aki irányítva lehet így fogalmazni ebben a szempontból. Tehát, hogyha valaki kritizálná ezt a korszakot, Bethlen politikai rendszerét, akkor alapvetően megítélésem szerint elsősorban Bethlen Istvánt kell kritizálnia, és nem Horthy Miklóst. Ezek az arányok eltolódnak 1945 után, de ha a korabeli viszonyokat nézzük meg, akkor én azt mondom, hogy Bethlennek volt a fontosabb szerepe, bár kétségtelen tény, hogy Horthy körül már ekkor egy erőteljes politikai környezet épül ki, vagy olyan kép alakul ki róla, ekkor szerintem nem lehet ezt még kultusznak hívni, de van, aki ezt így definiálja, ami valóban egy ilyen nagyon szimbolikus erőszerepe ruházza felőtt, hogy ő ennek az új Magyarországnak a vezér alakja. De valójában a politikát, a politikai folyamatokat mindvégig Bethlen irányítja, és Bethlen egy jóval tapasztaltabb, jóval érettebb politikusként tud működni. Hát erre például csinálja már az, hogy a dualizmus időszakában is ugye képviselőházi képviselő, benne van a politikai folyamatokban, benne van a mindennapi politikai életben, amikor Horthy még haditengerészeti törzstiszt. És itt van a kérdés, bár tudom, hogy itt van ez a ha, amit nem nagyon szeretnek sokszor a történészek, és lehet, hogy pont ez a kérdés is egy olyan ha, de hogyha nem Horthy lett volna a kormányzó, hogyha megtörténik mondjuk a szabad királyválasztás, akkor Bethlen ugyanezeket az eredményeket fel tudta volna ön szerint mutatni? Ezeket a lépéseket meg tudta volna hozni? Megítélésem szerint igen, hiszen hogyha a monarchia áll vissza valamilyen formában, akár Károly vezérletével, vagy akár egy új királynak a uralkodásával, azt látjuk a politikai tendenciákból, hogy talán a királyi uralkodói jogköröknek a további szűkülése is várható lett volna, de mindenképpen egy alkotmányos monarchia lett volna. Tehát azért mondom, hogy Bethlennek a szerepe valószínűleg hasonló lehetett volna,
szemben, mint Horthy kormányzósága mellett. Persze itt vannak olyan tényezők, amikkel most nem feltétlenül számolhatunk, hiszen a kormányzónak a jogköreit, ha megnézzük az 1920. évi első törvény alapján, azért azok szűkebbek, mint ami az alkotmányos monarchának voltak a jogkörei 1918-ban. De minden esetre a folyamatok, a európai tendenciák is ebbe az irányba mutattak, alapvetően, hogy egy alkotmányos monarchia keretében egy ilyen markáns miniszterelnök valószínűleg ugyanazt a szerepet betöltette volna. Bethlen Istvánnal és a kormányával a következő héten is foglalkozunk majd. Kapcsolat a szomszédos országokkal, a nyugat-magyarországi felkelés, a közeledés Olaszország felé, a budaörsi csata, elszámoltatás, népszövetség és a kölcsön, tehát lesz miről beszélgetni. Most azonban irány a piac. Egy 100 évvel ezelőtti pesti hírlapot lapozgatunk. A zöldségpiac árai. Azokban a budapesti háztartásokban, amelyekben az idei zöldségek túl magas árát nem bírták, vagy akik egy darab karalábéért 22, egy darab uborkáért 90, egy kiló zöldborsóért 70 koronát nem voltak képesek fizetni, a szegények régi szokásához képest a krumpliban, a sárgarépában kerestek némi vigaszt, de érdeklődtek a vöröshagyma iránt is. De hát az a vigasz, amit rendes körülmények között az említett cikkekben találtak, ezúttal nem volt megszerezhető, mert néhány nap óta a krumpli ára 3 koronáról 6-ra, a vöröshagymáé 4 koronáról 24-re, a sárgarépáé pedig 6 koronáról 28 koronára emelkedett. Talán azért is, mert ezek az élelmiszerek a fagyos szentek idején már fonnyadtak, íztelenek és kicsirázottak. Így fest az olcsósági hullám a pesti zöldségpiacon. A magyar korona vásárló erejének javulására való tekintettel a pénzügyminiszter elrendelte, hogy a közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak részére kiszolgáltatandó egyrendruhára való ruhaszövet árát 1000 illetve 1200 koronáról 500 illetve 600 koronára szállítsák le. Azok az igényjogosultak, akik a ruhaszövetet 1000 illetőleg 1200 koronáért már kiváltották, a különbözetet vissza fogják kapni. Az érdekeltek jelentségbe levelezőlapon pontos lakcímüket a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási, Termelő és Értékesítő Szövetkezetének. A Jókai szobor leleplezése május 21-én délután 4 órakor lesz. A fővárossal megegyezés létesült a Gyár utca és az Andrássy út kereszteződésének északi oldalán lévő tér megfelelő rendezéséről. A teret Jókai térnek fogják elnevezni. Száz éve történt. A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort az MTV-a készítette 2021-ben. Viszont hallásra!